Amikor sokadszorra olvastam át a tengeri hentes szövegét, és még mindig nem értettem mindent, azon gondolkodtam, hogy vajon mások is így vannak ezzel. Az világos volt, hogy aranyhősei népi környezetből jönnek, és hogy amit ír, az a legmodernebb pszichológia. Hatodik olvasatra sem teljesen értettem a tengeri hentesnek a szövegét, de szerintem a szerkezete sem teljesen egyértelmű. Aranykortársai még értették? Hát nekem nincsen információm a vers korabeli olvasásáról, vagy olvasati nehézségeiről, de ez biztos, hogy ez egy bonyolult mű valóban, és azért feladja a leckét a mai olvasóknak is. Miért választhatta Aranya Baradai műfajt? Kortársai pont a bűn és bűnhődést megírták regénybe. Miért nem írta meg inkább ő is regénybe? Arany azt hiszem, hogy ezt a balada műfajban megtalálta azt a kifejezési módot, ami nagyon közel áll hozzá. Tehát én azt szoktam gondolni mostanában, hogy azért Arany János tulajdonképpen valahol a mélyben igazából drámaíró. Tehát csak egy olyan drámaíró, aki nem írt drámát, csak fordított, de ezek a balladák, ezek tulajdonképpen egy teljes öt felvonásos tragédiák általában összesűrítve ilyen egészen piciben. A műnek van egy hihetetlen pszichológiája. A lány kedvese képtelen feldolgozni azt, hogy tulajdonképpen öngyilkosságba vagy egyszerűen halálba kergette a kedvesét. Ez a nagy realizmus kora, amiben ez a ballada készült, és hát akkor az emberi lélek kezdte igazán érdekelni a nagy művészeket, úgyhogy ez természetes. Hát én nem mondom, hogy hiszek benne, de jobb szó nincsen rá, úgyhogy ezt mondom, én hiszek a korszellem létezésében. Tehát van olyan, hogy egy korszakban a nagy alkotókat közel hasonló problémák érdeklik. De a nagy pszichológusok, például Freud, sokkal később ütötték fel féket hasonló megközelítésből a tanulmányaik, akkor hogy lehet, hogy ennyivel előbb hát megfogalmazták ezt? Ezt több párhuzamot tudok hozni arra, hogy a művészet sokkal érzékenyebben és korábban reagál, vagy fogalmaz meg fontos kérdéseket. A tudomány az általában később reagál. Tehát itt a pszichológia tulajdonképpen a realizmus korában születik meg, csak nem mint tudomány, hanem mint művészi probléma. És aztán amikor tudománnyá válik, azt hívjuk pszichológiának. Aranynál ez mennyire lehetett tudatos? Aranyt konkrétan ez érdekelte. Tehát amikor azt mondtam az előbb, hogy Arany igazából egy rejtett drámaíró, akkor azt is mondhatom, hogy egy realista nagy regényszerző is, aki nem írt nagy regényt. Tehát hogy ez a kettő, ami Aranynak, és ebből lettek ezek a balladák, ebből a nagy érdeklődésben. Felkerestem valakit a társművészetek területéről is, aki kicsit más szemmel nézi Arany munkásságát. Viszont kiderült, meglepően hasonlóan vélekedünk némelyik balladára. Azt hiszem, hogy Arany balladái, amennyit én ezek közül ismerek jól, azok nehezek. Nagyon nehezek. És nekem volt is egy ilyen fóbiám diákkoromban, hogy az Arany balladákat nem fogom megérteni. Tehát, hogy adnak egyet a sok közül, és nem fogom, a Bárci Benőt még fölfogtam, de a tengeri hántás típusú arany balladákat egy kicsit nehezen tudtam megfejteni, és talán be sem vallottam, hogyha nem ment valaminek a megfejtése. De azt hiszem, hogy az opera ennél az egyértelmű anyagokat jobban szereti. Lehet, hogy az opera színpad az egyszerűbb alapműveket jobban kedveli, de mi a helyzet a balett műfajjal? Vajon jobban passzolna egy arany balladához? Nagyon erős érzelmek jelennek meg a tengeri hántásban, mint említette is, esetleg valami táncos darab akkor jobban áll neki? Lehet. A táncban sok mindent lehet mesélni, és lehet hozzáadni egy megfelelő szövegkönyvet, mármint hogy akár kézbe is.
De tényleg, hát ezen rengeteg múlik. Egy táncprodukció szükségképpen egy vizuális dolog, és ott sok mindent lehet jelezni. Lehet jelezni azt, hogy Eszti állapotos volt-e vagy sem, vagy a fiú hajtott-e a vatkan elé, vagy másét bújdosott-e, csak mert megunta azt a vidéket, meg azt a lányt. Szóval azt hiszem, hogy ezeket a színjátszás felé jobban el lehet terelni ilyenkor, hogyha eltáncolják. Lehet, hogy ez egy hasznosabb forma volna. Arany János tudjuk, hogy a színházhoz közel állt, hiszen fordított Shakespeare-t, de vajon az operához közel állhatott-e esetleg? Tudjuk, hogy a Bánk Bánt a forradalom idején láthatta, de azon kívül. Szerintem az lett a válasz, hogy sajnos nem. Amikor az Arany bicentenárium elkövetkezett, akkor tűvé tettem, amit tudtunk, azért, hogy ráakadjak mondjuk valamilyen aranynapló töredékre, amelyikben azt mondja, hogy és ez a Verdi, ez csodálatos, vagy legalább Erkel, valaki. Nem találtunk ilyet, viszont ekkor bukantam rá, mint meg nekem nem volt ismertes, lehet, hogy mások tudták, hogy Arany a gitározással intim kapcsolatban állt. Szóval volt gitárja, egyszer kapta a születésnapjára. Volt egy egész füzetnyi saját gyűjtésű, ő úgy gondolta népdala, és ezeket aztán később ki is adták, sőt, ezekhez ő zenét írt. Azt viszont nem gondoltam volna, hogy Arany János, aki nem volt színpadi szerző, végül egyik művével a Carnegie Hall színpadát is meghódította. Valljuk be, ez keveseknek sikerült, még a legnagyobb költők közül is. Milyen érzés volt önnek, mint magyarnak, hogy egy olyan neves ember, mint Carl Jenkins feldolgozta vele szibárdokat? Egészen meglepett egyébként. Én ezt lemezen láttam először, már amikor megjelent az első felvétel lemezen. Jenkinsnek valamennyien ismerjük egy darabját, mert reklámok zenéiből, meg filmek zenéiből nagyon népszerű ez a szerző. A Carnegie Hallban való előadás az angol nyelvű volt, és szerintem a hely tulajdonképpen röptette az egészet. Aki a Carnegie Hallban föllép, főleg messziről úgy gondoljuk, az a világ tetején áll. Mentek ott akkor más Jenkins művek is egyébként, viszont az est koronája ez volt, és láttam a kivitt magyar amatőr énekkarokat. Dolgos, teljesen más műfajban működő férfiak és asszonyok ott álltak a Carnegie Hall színpadán, és énekeltek Jenkinst angolul, ami egyébként Arany János volt, és ez egy felemelő élmény volt.